Magyar hangok. Forgács Péter. Tompos Kátya. Jakab Csaba, Nyakó Júlia. Csomor Csilla, Kovács Vanda, Szabó Andor. Karácsonyi Zoltán, Pap Katalin, Szabó Zsejke. Kelemen Kata, Kobela Kíra, Rostás Ábel, Vámos Mónika, Régler Renáta, Kertész Péter, Martin Márta. Mavi szerelme. Jó napot! Segíthetek? Jó napot! Nem ismeri ezt a nőt? Nem, nem ismerem. Na és most? Ez talán segít felismerni. Ó, jó sok pénz. Hát így már kicsit más a helyzet. Te most szórakozol velem? Rengeteg dolgom van még estig. Megmondtam, hogy nem ismerem. Húzzatok innen. Menjetek, hagyjatok. Ez komoly? Hogy lehet, hogy nem ismered anyámat? Minden nap ide jár vásárolni. Emlékszem. Na, akkor miért hazudtál nekünk? Azt hittem, azért kérditek, mert valami történt vele. Csak nem akartam bajba kerülni. Mert én mondom neked, ennél az asszonynál nagy esélye van, hogy bajba keveredik. Ki tudja? Nem tudni, mire képes, de elég bolondnak tűnik. Nem egy átlagos nő. Nekem úgy tűnik. Nem kedveli túlzottan az anyósomat. Én csak azt mondom, hogy meglennék nélküle, ha nem jönne. Persze lehet alkudozni, de ez a nő teljesen kikészít. Neki mindent olcsóban kell adnom. Szóval... Jól értem, hogy nem állna szándékodban feleségül venni őt, ugye? Mi? Inkább egyedül maradok, de az életben nem vennék feleségül egy ilyen pszichopatát. Hé, te vigyázz már a szádra! Most az anyámról beszélsz, jobb, hogyha odafigyelsz. Nehogy véletlenül megtudja ezeket, mert akkor megkapod a magadét. Kérlek szépen, ne mondd el ezeket neki. Kérlek, maradjon ez köztünk. Különben még rám gyújtja a boltot. Jól van, nem mondok semmit, nem kell aggódnod. De akkor is vigyázz a nyelvedre. Nem beszélhetsz róla így másoknak, érted? Igen. Különben kitállalok neki. Rendben. Észmettem, itt művelsz! Én csak jegyzetelek, mi bajod van? Aj, te jó ég! Na! Aj, most már menjünk! Most mi van? Hú, de nagy az ház! Mégis itt hogy fogom megtalálni a szobáját? Áj, Szafie, mibe kevertél engem? Jó van, hát akkor kezdjük ezzel itt. De rendetlen. De biztosan ez az a szoba. Ebben a házban nem lakik más nő. Ezek ilyen rendetlenek? Még ilyet? Hogy dobálhatja itt szét a ruhákat? Micsoda szégyen? Gardrób, gardrób. Itt van a gardrób. Ez nem is gardrób, hanem egy női ruhabolt. Jaj. Ja.
Száfie ki lesz. Ezzel nem tud versenyezni. Remélem nem borul ki. Nagyon irigy lesz, ha ezt meglátja. Sikerült megtalálni a mosdót? Á, igen! Hogyne! Ne aggódjon! Jó, igen. A fenébe? Köszönöm! Az Isten áldja meg! Már nem bírtam volna ki, míg hazaérek, hogy a dinnyét eszem... Jó, rendben, jól van. Nem vagyok rá kíváncsi. Tessék! Jó, akkor most már rendben vagyunk. Jó étvágyat! Köszönöm! Akkor viszlát! Szép napot! Jó napot, uram! Mondja csak! Ismeri őt? Na, Ismet! Most szórakozol! Na! Mondja, ismeri ezt a nőt? Hogy ne ismerni? Műhászi beasszony, ma is itt volt és balhézott. Ó, és miért balhézott? Mert nem hártyáztam le a húst. Nagyon begurult. Ha! Tudja, a nagy szerelem nagy viszállyal kezdődik. Szóval lehet összevesztek, aztán beleszeretett, és aztán eldöntötték, hogy titokban összeházasodnak. Maga miket beszél? Nekem van feleségem. Milyen szerelemről beszél? Milyen házasságról? Menjenek ki a boltomból! Jól van. Már itt sem vagyok. Jól van. Figyelj rám! Te fogod bemondani, hogy a táncnak vége, és következik az ajándékozás. Megértetted, fiam? Igen, megértetted? Persze, Hasibe néni. Nem kell aggódnia. Jaj, köszönöm, kisfiam. Jól van. Ügyes vagy. Refika! Hasibe! Ha mi van itt? Mire készülsz itt a kapu előtt, he? Nászasszony, nem kell kétségbe esni. Egy kis tánc és vége is a lakodalomnak. Hidd el, tényleg nem fogunk itt senkit sem zavarni. És mondd csak, a vőlegényed messze él? Csak miattad kérdezem, hogy vajon majd hogy fogod bírni az ide-oda járkálást? Én nem költözöm el innen. Nem képzeled? Dehogy megyek. A lányaimat nem hagynám itt soha. Soha. Inkább idehozom a férjemet. Végül is miért ne lakhatnánk itt mi is boldogan, amíg meg nem halunk? Komolyan? Mert ez itt egy szálloda? Hát ez nagyon találó hasonlat. Ez egy nagy ház. Tényleg akkora, mint egy hotel. Annyi szoba van benne. Habár még nem találtam ki, melyikbe költözzünk, majd eldöntjük, ha hazajövünk Marmarisból. Marmarisból? Ti Marmarisba mentek? Igen, a Nász útra. Igazából Görögországba akartunk menni először, de nem lett kész időben az útlevelem, úgyhogy Marmarisba megyünk. Hát tényleg, gratulálok neked, Hasibe. Képzeld, és soha ki sem tettem a lábamat űrgüpörből egy lépésre sem. Te meg Marmarisba mész, ez igen? Köszönöm szépen, Refika. Remélem, Allah neked is megadja majd ezt az örömöt. Meglátjuk, hol költjük majd el azt a pénzt. Akár űrgübben, akár Marmarisban, mindegy, akkor is a miénk. Jaj, anya, még szerencse, hogy nem kapták rajta Birgül nénit, az szégyen lett volna. Dehogy. Megmondtam neki, ha lebukik, én letagadom. Mutasd a következőt. Jaj, Birgül, ne! Az összes fotó el van mosódva. Fenébe. Ez meg mi? Ezt fel se venném, még éjszakára hálóruhának se. Biztos a bazárból van. Menj tovább. De rémes. Látod? Ez itt a rossz ízlés mintapéldánya. Bántja a szememet.
Nem is bírom tovább nézni. Vágy! Jaj, szerintem ezek gyönyörű ruhák. Úgy látom, jó ízlése van. Mondd, Szevda, te mégis kire ütöttél? Csak nem a tuskó modorú apádra. Miért kell engem így sértegetni? Anya, azt akarod, hogy hazudjak? Ne szólj, inkább semmit hallgassunk. Nyisd meg annak az üzletnek a webshopját. Gyerünk! Kattints rá erre. Szerintem ez az ing elég gusztustalan, de trendinek tűnik. Úgyhogy megvesszük mindegyik színből egyet. Az SS méretet. SS méret? Szevda! Kattints! Anya, ez tiniknek való. Na jó. Most már egyértelmű, hogy te nem velem vagy. Teljesen olyan vagy, mint apád. Mi vagyok én? 175 éves vénasszony? Mégis mit képzelsz? Figyelj csak. Az az ízléstelen nő személy most megtudja, hogy kivel kezdett. Kattints! Safie! Tessék. Miért vagy ennyire mérges? Ne is kérdezz. Tudod, új szomszédaink vannak. Divatáborúba kezdtem azzal a lánnyal. Ehhez rendelek ruhákat. Ahogy vele? Akkor róla mondta Szevda, hogy de gyönyörű a szomszédlány. Szevda? Kicsim? Tényleg? Tényleg ilyet mondtál arról a nőről mások füle hallatára, hogy de gyönyörű lány, mikor ilyen divatos anyád van? Safie, jaj! Miért kívül keresed az ellenséget, mikor az itt áll előtted? Kattints, ne szólj, csak kattints! Safie! Igen? Ezek a szettek még rendben vannak, de mi lesz azzal, ahogy beszélsz? Ilias? Mi baj van a beszédemmel? Nem tetszik, ahogy beszélek? Dehogy nem, Safie! Te beszélsz a legszebben törökül, akit ismerek. De tudod, azok a nők, akik ilyen ruhában járnak, sokkal jobban affektálnak. Ilias, ne biztasd már jobban! Szevda, várj egy percet, ne szólj bele! Rendben, Ilias, talán egy kicsit át kell gondolni a nyelvhasználatomat, ami eddig is tökéletes volt, de harcolnom kell azzal a némberrel. Logikus, bravo! Jó. Apa, Ali, hallottátok a híreket? Milyen híreket? A hotel tulajdonos Szemet házát szétlőtték. Mi? Jamal? Ezt komolyan mondod? Komolyan. Mi történt? Banditák vannak Jürgőben? Hát biztos valakinek az útjában állt, ellenségeket szerzett. De hát Szemet egy nagyon jó ember. Hogy lehetne ellensége? Meg kell üzennünk neki, hogy sajnáljuk. Nem. Ne is próbálkozzál már. Hívtam, nem veszi fel. Nem elérhető. Azt mondják, összecsomagolt és elköltözött Jürgőből. És a hotel? A hotelt eladta valakinek. Mégis kinek adhatta el? Nem tudom. És senki sem tudja. Jaj, de Mirán, kicsikém, már biztosan megéheztél. Na várj csak, anya mindjárt megetett téged. Drágám. Safie, segíthetek? Nem kell, meg tudom oldani egyedül. Fontos, hogy kezdetben csak az anyával legyen a gyerek, hogy kialakuljon közöttük az erős kötődés. Szóval ezért nem kérsz tőlem segítséget. Ezért? Beszéljünk őszintén, Safie. Azt hiszed, megőrültem, ugye? Ezért nem engedsz közel hozzá. Hogy feltételezhetsz rólam ilyet, Fátmá? Túlságosan is érzékeny vagy. Nem engedsz oda a babához? Azt mondtad, lehetek a másik anyja. Nem ezt mondtad? Most annyira elkeserítesz engem. Na jól van, nem hazudok neked. Kicsit megrémítettél. Jól van, drágaságom. Megértem. Nem rád haragszom. És Demirhand is képtelen lennék bántani. Mindennel tisztában vagyok. Ne tarts tőlem távol, Safie. Már úgy megszerettem, úgy hiányzik. Jól van, ha hiányzik, látogass meg. Én nem akarom ezt rád erőltetni. Ő a te babád. Nem jövök hozzá, ha nem akarod. Fatma! Gyere, etesd meg, gyere! Komolyan? Igen, gyere csak. Jó.
Ja, kicsim, ja. Jaj, drága babácska. Fatma, én komolyan sajnálom. Tudom, hogy Demirára úgy tekintesz, mint a saját kisbabádra, de emberek vagyunk, hirtelen megijedtem. Köszönöm, Safiye. Jól van, jól van. Szia, kicsi drágám. Jaj. Mosolyoghatnál egy kicsit. Legalább tapsolj, ha már nem táncolunk. Jó, rendben van. Na, azért. Hasibe, nem táncolsz a saját esküvődön? Gyere, táncoljunk. Jó, táncoljunk. Miért ne táncolnánk? Anyuka olyan szép. Jaj, de aranyos vagy. Gyere, te is, táncoljunk együtt. Gyere. Szevda, gyertek kicsim, táncoljatok ti is. Jaj, Hasibe néni, ezt el sem akarom hinni. Mit nem akarsz elhinni? Olyan hihetetlen, hogy mennyasszonyi ruhában vagyok. Hasibe, most, hogy házas, elköltözik innen, ugye? Igen, elmegyek. Allah, ez hogy nem jutott eddig eszembe? Ünnepeljünk, táncoljunk! Táncolj, bolond, te bolond, táncolj! Nász asszony, gyere táncolni! Nem, ma. De hogy is megyek én táncolni? Az kéne csak. Anyuka, akkor majd én megyek, és képviselem a családot, ahogy illik. Jól van, lányom, rendben, menjél, táncolj! Gratulálok, Hasibe! Köszönöm szépen, lányom! Mintha már láttam volna ezt a vőlegényt valahol, de nem emlékszem, hogy hol. Elég visszafogott embernek látszik. Én is úgy látom. Ilyen! Ez az! Ez milyen? Hasibe végre férjhez ment! Hé, Birgül! Most mi lesz veled, mond? Nézd csak meg Hasibét! Két gólt is lőtt, te még a gólvonalnál sem vagy, mint egy kivénhet futballista. Szemtelen vagy! Én óvatos vagyok, ezért nem megyek férjhez. Mintha a kérők csak úgy tolongalának az ajtód előtt. Na jó, elég. Inkább megyek táncolni. Nem hallgatlak tovább. Menj csak. Hát, ha valaki a horgodra akar. Apuka? És hogy hívják? Orhan. Egy igazi lúzer. Biztosan papucs lesz. Nem baj. Csak legyenek boldogok. Az kizárt. Pembe! Kérlek, ne csináld ezt, kicsi. Anya elszomorodik, ha meglát téged így. Hadd legyek csak szomorú! Tényleg így kellett férjhez mennie? Lehet, hogy lesz kistesód is. Ssss! Viselkedjetek! Itt az óvodások. Mit művesz? Mi az? Pembe! Mávi! Mégis mire vártok még? Anyátok férjhez ment! Gyertek már táncolni, gyertek!
Már jövök is, drága Hasibe néni! Táncra! Ismet! Jöjjön, ne üljön ott, táncoljon! Jaj, apuka, miért nem vonat a nász néppel? Na, jöjjön csak, na! Nem vagyom itt ülni, jöjjön! El! Jöjjön ünnepelni! Mikor lesz az esküvő? Szerintem a lagzi után, anya. De... Elég, állj le, állj! Kedves vendégek, most jöhet az ajándékozás. Mindenki foglaljon helyet. Hát, jól van, drágáim, üljetek le! Állj ide! Gyere, gyere! Fordulj erre, erre! Így né, így jó lesz. Kicsim, gyere! Ó, oh, végre, végre! Allahnak hála, én is férjhez mentem. Jól van. Jöhettek. Ez aztán nem semmi. Ez a nő nagyon férhez akar menni. Jamal, meghallják a lányai. De úgy hallják, úgy ordít a mennyasszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Neked is köszönöm. Köszönöm. Metin? Figyelj csak, Ummia csak 100 lirát adott, én mit adtam? Te is annyit adtál, Nagyi. Akkor őt kihúzhatod, de figyelj oda. Szafie, Husznie 100 lirát adott. Sok boldogságot. Figyelted Huriát? Ő is 100 lirát adott. Akkor húzd ki. Köszönöm, drágám. Kedveseim, miattam eljöttetek. Szeretném megköszönni nektek, hogy itt voltatok. Köszönöm az ajándékokat, most vége az esküvőnek, mehettek! Hogy vége az esküvőnek, Hasibe? De hát még limonádét sem ittunk. Torta sem volt, és a limonádét! De még esküvő sem volt. Azt hivatalosan később tartjuk meg. Ne aggódj. Most vége. Hasibe, hogy vége a lagzinak? De hát még nem is táncoltunk eleget. Te jó Isten, ennyire szeretsz táncolni. Az esküvőnek vége. Mit akarsz? Tán reggelig táncolni? Kedvesem, ne csináld. Menjetek, gyerünk, drágáim. Menjetek. Jól van, indulhattok. Köszönöm, hogy eljöttetek. Gyerünk! Komolyan mondom, ez egy botrány. Ezek a ház előtt tartanak lakodalmat. Nem lehet tőlük nyugodtan lenni. Mi baj ezzel, Gyuláj? Az emberek csak szórakoznak. Most ne ezzel törődj. Mondd csak, tetszett neked a hotel? Szép volt. Tetszik. Elég sok vendégük is volt. Ezért nem értem, hogy a tulaj miért akar eladni egy ilyen hotelt. A fickó megunta Űrgüböt. El fog költözni. Szerintem délre megy majd. Az emberek megunják a helyet, miután mi ide költöztünk. Érdekes. Elég hihetetlen. Én ezt nem hiszem el. Figyelj, testvérem. Kinyomtattam a meghívókat. Tessék, jól néznek ki, ugye? Tökéletes. Erre gondoltam. Most menj és hívd meg Görecskijéket. Rendben, testvér. Ahogy óhajtod. Viszontlátásra! Jó éjszakát! Szóval, Hasibe asszony, meg volt a lagzi, ahogy akarta. Most már mehetünk lefeküdni? Mi? Miket beszélsz? Te szatír! Nem, félreértett engem, asszonyom. Igen! Csak azért, hogy fenntartsuk a látszatot. Figyelj! Ezt vedd el. Ezt a szerepjátszásért.
És még egy arany, azért, mert nagyon hihetően játszottál. Mindenki elhitte, hogy a férjem vagy. Na, elmehetsz? Örömmel vállaltam a megbízást. Ha megint szüksége van egy férjre, a dzsámi előtt leszek. Hát ez nem fog túl gyakran megtörténni. Jobb, ha nem számítasz ilyesmire. Na menj, jó éjszakát, menj! Jó étvisztát! Isten áldjon, menj! Elmegy a vőlegény nap! Uram, apósom! Hová megy? Hagyjátok, hadd menjen, én küldtem előt. Mi? Mit kiabáltok? Mi folyik itt? Ja, Istenem, engedjetek oda. Már az első este összevesztettek? Nem. Hasibe néni, valamivel megbántotta magát? Dehogy, fiam. Átvertelek mindannyiótokat. Mi? Annyira iszékenyek vagytok, mindannyian bevettétek. Mit vettünk be, anya? Akkor te nem is mentél férjhez? Nem, kicsim. Férjhez menni? Én egy független, önálló, modern asszony vagyok. Menjek férjhez, hogy vége legyen az életemnek. És az esküvő? Hát az ő... annyi nászajándékot adtam már a szomszédaimnak, vissza kellett kapnom. Ez így volt igazságos. Mint tudjátok, a lányaimnak nem volt lakodalma. Ezért gondoltam, majd én férjhez megyek. Jaj, anya! Javasz, Róka! Hasibe, akkor nem is szerette? Hazudott? Igen, hazudtam, Safie. Nekem egy szerelmem volt, de ő már sajnos meghalt. Nem. Az én Mahmutom után én már nem megyek férjhez. Jaj, anyukám! Én sosem foglak senkinek odaadni! Kislányom! Jaj, Istenem, én is megnyugodtam! Kicsikém! Elaludt a laptop előtt. Testvér, mit műveltem? Menjünk a rendőrségre. Én nem akartam, hogy meghalljon. Én nem akartam ezt, testvér. Mit tettem? Menjünk a rendőrségre. Ali. Drágám. Ébredj fel! Megint rémálmod volt. Mavi, ölelj át, kérlek. Anya, nem akarod még befejezni? Álmos vagyok, nem vennéd át végre Demiránt? Nem tudsz várni 2 percet, kislányom. Próbálom megfejteni ennek az új gazdag nőnek az akcentusát. Nézd csak. Hogyha jól értem, úgy kell csinálni, mint a beszéd közben dünnyögnél. Amikor beszélsz, sok angol kifejezést kell használni. Például azt, hogy... Bro, ha csak ennyi, akkor nagyon könnyen fog menni nekem. Semmiség, pardon. I'm John. Kicsim, ez nagyon egyszerű! Safi, mit csinálsz itt? Jössz lefeküdni? Jaj, Jamal, úgy csinálsz, mintha nem tudnál nélkülem aludni. Én tényleg nem értem. Tényleg mindent velem kell csinálnod. Ezt tényleg nem vágom. Ikertestvérek vagyunk, vagy mi a fene? Kiállította át a hangját. Jaj, ne is kérdezd. Emlékszel arra a lányra, akiről Hasibe néni beszélt? Igen, az új szomszédok. Miért? Anya rá van szálva. Pembivel összeakaszkodtak vele. Azt mondta, hogy anya ruhája utánzat. Ezt nem hiszem el. Tényleg nem hiszem el, hogy ilyen vagy. Bravo! A saját fülem hallatára pletykálkodsz rólam. Most már tényleg cseppi hangulatban vagyok. Azt is működik. Safie, jobb lenne, ha nem beszélnél így. Iliász mondta neki, hogy csiszoljon az akcentusán.
Anyukám, ugye tudod, hogy szépen beszélsz tényleg? Aranyosan. Iliászra nem kéne hallgatnod, szerintem eltúlozta egy kicsit a dolgot. Ne szólj bele! Ez az én dolgom! Nem hiszem el. Az én életem. Az én szabályaim. Vetted a lapot, bébi? Nem szólhatok bele az életembe. Istenem, annyira vicces vagy, Szafia. Ugye most csak szórakozol? Ugye ez csak vicc? Ne neves ki! Nem viccelek, ez tényleg komoly. Ne neves! Most nagyon depi hangulatom lett. Álmos vagyok, és aludnom kell. Kérlek, hozd el. Akkor menjünk aludni. Jamal! Mavi? Jó reggelt. Korán keltél, mi a helyzet? Jó reggelt. Én téged vártalak. Beszélhetnénk pár percet? Persze. Van valami baj? Történt valami? Ali tegnap beszélt álmában. Testvér, menjünk a rendőrségre. Hogy tehettem ilyet? Ilyeneket hajtogatott. Jamal, mi történt? Ali teljesen megváltozott, nagyon befordult. Titkol előlem valamit. Hát... van valami. Már én is akartam veled beszélni. Safiye, itt vagyunk, miért hívtál? Egyszer volt egy kis elit, de vérig sértett trendi cicababa. Jó ég! Te meg mit műveltél magaddal, Safiye? Allah! Hú, hát nem maguk mondták a múltkor azt a sértést, hogy én sosem érhetek fel ahhoz az elegáns gülájhoz? Nem emlékeznek rá? Bár ne szóltunk volna, miért is beszéltünk? Hát, az a sértett nő meghalt, haver. És itt láthatják most az új Safiye görecskit. Ugye? Mennyire menő ez az új outfit? Ha! Ja, ez nem semmi. Hát ez, ha az igazat akarod tudni, ez... Azt inkább most nem mondom el. Ez tökéletes! Nagyon csinos, komolyan! Tényleg? Hasibe? Teljesen oda vagyok, hogy ennyire tetszik a stílusom. Tényleg komolyan mondja ezt? Thanks, baby, thanks! Nébi? Baby! Elnézést, Safiye. Ezt a ruhát még meg is értjük. De miért beszélsz így? Pardon, Virgül, pardon! Ezt nem értem. Problémád van a beszédemmel? Most kikezdesz velem, Virgül, á? Nem, nem, nem. Rendben van. Így tökéletes, és a beszéded is nagyon jó. Ezt jól elszúrtuk. Nem kellett volna úgy dicsérni a szomszédot. Nézd, ez most teljesen megőrült. Look at me, babyk! Tessék? Mondjátok, ki a number one? Mi? Mi? Ürgüben, ki a legjobb nő? Safiye Görecski! Nem hallom, ki? Safiye Görecski! Ez igazán felemelő volt, ó, kösz, baby. Most annyira tele vagyok energiával. Oké, akkor én most elhúzok. Bánthatom. Mi volt ez? Nem tudom. Tönkretettük szegényt. Jól van, mondd, miről van szó. Nem is tudom, hogy kezdjem. Szóval... nagyon nehéz erről beszélni. Csak mondd már, mert megöl ez a bizonytalanság. Szóval, Mavi, a dolog... Ámet. Az én bátyám? Igen. A bátyád. Hát... tudod, hogy Ali milyen. Folyamatosan bűntudata van. Ismered, nem akarja, hogy megértsük,
de lelkileg megviseli őt. Láttam tegnap az irodában elgondolkozva, és amikor megkérdeztem, mi mereng, azt mondta, hogy Amete. Kérdeztem, hogy még mindig nem felejtetted el. Azt mondta, egy perce sem megy ki a fejéből, és hogy vajon Mavi megbocsát-e neki valaha ezért. De hát ezt már sokszor megbeszéltük. Miért lennék itt, ha még haragudnék? Igen, így van. Csak hogy ha bármikor téged lát, akkor eszébe jut. Mondd el, hogy nem tudsz nélküle élni. Hogy reméled, örökre együtt lesztek. Erősítsd meg őt ebben, hogy ne akarjon a rendőrségre menni, hogy ne akarja feladni magát. Miért menne a rendőrségre? Hiszen már leülte a büntetését. Igen, így is van. Én is ezt mondtam neki, Mavi. Szerinte csak akkor fogsz megbocsátani, ha megint megbüntetik őt. Ez meg hogy lehetséges? Kizárt. Én nem bírnék ki egy napot sem Ali nélkül. Ja, hát erről van szó. Mavi, ezt mondd el neki. Nézd a te dolgot, hogy ezeket megerősítsd benne, hogy ne felejts el. Hajrá, Mavi! Rendben. Ez az Ali fog mindenkit tönkretenni. Majd te Ali! Majd te gyerek, az a fene lelki ismereted! Aishen úr, rendben? Sevim néni, rendben? Szabályát, rendben? Hé, hey, Szeban úr nem 100 lírát adott nekem? 50 lírát adott. Igen? A lánya esküvőjére én 100-at adtam. A fia körülmetélésére 100-at adtam. Látjátok, milyen szemtelen? Na de várjon csak! A halál a napjáig hallgatni fogja ezt tőlem. Nagymama, akkor Nadire nénivel is ezt fogod csinálni? Ő csak 20 lírát adott. Kicsim, Nadire néni férjének most nem megy túl jól, úgyhogy neki megbocsátjuk. Ő tényleg tisztességes asszony, ugye? Szóval, mutasd csak az aranyos erszényemet. Számoljunk. Nézzük, mit kaptunk. És lássuk, miből élünk. 1, 2, 3, 4. Anyuka! Mondd, lányom! Emlékszik arra a filmre? Amikor a férfinak mindig újra kellett kezdeni az aranyszámolását? Tényleg, kicsi! Hogy az milyen vicces film volt? 996, 997. Jaj, emlékszem! Ugye az a férfi már meg is halt? Isten nyugosztalja. Isten nyugosztalja. Na, hol is tartottam? Látod, hogy én is kezdhetem újra? Ne csináld, mert megbolondulok. 1, 2... Nagyon elaludtam. Miért nem keltettél fel? Ali, beszélnünk kell. Persze. Beszélgessünk. Beszéltél álmodban, Ali. Biztos rémálmod volt. Biztosan. Nem emlékszem. Mit mondtam? Nem az a fontos, hogy mit mondtál. Hanem, hogy mi az, ami ennyire nyomaszt. Ali, nagyon figyelj rám. Én már elfelejtettem a múltat. Bennem nincsen már semmi harag. Kérlek, ne gyötörd magad ezekkel a dolgokkal. Ametről beszélsz? Mostanában nem vagy jól, Ali. Eltávolodsz. Mindig máshol jár az eszed. Nagyon elszomorít, ha így látlak. Kérlek, ne tedd ezt. Te már megkaptad a büntetésedet. Még többet is.
Kérlek, többet ne ostorozd magad. Én veled szeretnék megöregedni. Nagyhoz szeretlek téged. A gondolat, hogy egy napot is külön kell lennem tőled, rémisztő. Mávi, az életben bármi megtörténhet. Nézd, nem tudom, hogy mi lesz a jövőnk. Kérlek, ne mondd ezt, Ali. Velünk nem történhet már semmi rossz. Legyünk végre boldogok. Ígérd meg nekem. Örökre együtt leszünk, rendben? Ígérd meg. Jól van. Megígérem. Nem válunk el. Kérlek, Mávi. Bocsáss meg nekem. Nem kell bocsánatot kérned. Ha jól vagy, én is jól vagyok. Ha boldog vagy, én is boldog vagyok. Megyek, megmosakszom. Ali! Terét adtad meg. Persze. Szegény lány látja, hogy magad alatt vagy, és tudja, hogy segíthetne. Testvér, miért gyötröd magad? Ettől én is kikészülök. Hidd el, én sem alszom, mert félek, hogy egyszer feladod magad. Ne aggódj, testvér. Nem mondok el semmit. Látom, Mavi mennyire szomorú lett. Nem tehetem ezt vele. Tényleg igazad volt. Jól mondtad. Segíteni akartunk rajta. De ő leesett a szikláról. Nem a mi hibánk volt. Most már lezárom magamban. Ne is beszéljünk róla. Na végre. Legördült egy kő a szívemről. Most már végre én is megkönnyebbültem. Hála Allahnak!